Milyen közlekedési miniszter az, akinek rémálma van a repüléstől? Bonyolult közlekedési miniszter. Nem szeretem a repülést valójában. Tudom. Azt szeretnénk, hogyha 14 év alatt ingyenes lenne a tömegközlekedés mindenki tehát számára. Vonat, busz. Minden. A szöveg, amit most elmondott, ez a tipikusan jól hangzott, nem? Politikus. Jól hangzott, akartam mondani, hogy a politikus megszólalása. Hát, mégis politikusként ülök. Igen, hogy ennek lehet örülni, hogy Budapestről Bécsbe átszállás nélkül lehet jutni a 21. századba, akkor ott nagyon nagy bajok van. Ebben részben van igazság csak. Lépjünk át Hódmezővásárhelyre. Úristen. Miért mondja, hogy úristen? Hát ez így izgalmas hely. Jöttek olyanok is, akiknek nem kellett volna jönniük. Tehát, mekkora károkat okoznak ezek az emberek sokat. A Fidesznek? Nagyon sokat okoznak. Sokkal többet, mérhető mint károkat? Szerintem mérhető károkat. Szavazatban? Szavazatban mérhető károkat okoznak, és sokkal nagyobb problémát jelent ez, mint ezt sokan Budapesten gondolják a Fidesz vezetői közül. Ja. Hogyha hitvány emberek kerülnek közül, akkor azt fogják gondolni, hogy mi magunk is hitványok vagyunk az egész Fidesz. Köszöntöm a nézőket, Szirmai Dávid vagyok, ez a Blick Talk, a Blick közéleti és politikai beszélgetős műsora. Egy kicsit másképpen hozzuk közelebb politikusokat, közéleti embereket a nézőknek, olvasóknak. Mai vendégem Lázár János, építésügyi és közlekedési miniszter. Köszönöm szépen, hogy elfogadta. Én köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Miniszter úr, milyen közlekedési miniszter az, akinek rémálma van a repüléstől? Bonyolult közlekedési miniszter. Nem szeretem a repülést valójában. Tudom. De az, hogy rémálma, mi történik? Fölül egy repülőre és fél, hogy lesz? Nem. Semmiféle félelem nincs ilyen szempontból. Az élet végességét illetően nincsenek félelmeim. A bezártságot nem szeretem, a szabadságot szeretem. Az, hogy egy vasdobozba ül az ember 10 000 méter magasan 10 órán keresztül, ez nem annyira fölvidító élmény. És ezt mondjuk például tegyük fel mondjuk egy reptéri tárgyalásnál, reptér adásvétel tárgyalásnál ezt... Nem vagyok elfogult. Ezt akartam kérdezni. Nem befolyásolja az üzletmenetben az, hogy ön nagyon nem szeret repülőre ülni. Nem. Azt mondja Orbán Viktor, hogy ez azért van, mert én szeretem kontrollat tartani az eseményeket, és a probléma az, hogy a repülőgépen nem tudom kontrollálni az eseményeket. Ez volt a válasza arra, amikor ezt felvetettem neki, hogy ilyen fönntartásaim vannak a repüléssel kapcsolatban. Tehát ez a vasdobozban ülni kontroll nélkül, ez furcsa. A közlekedés azonban szerencsére az ön szempontjából is nem csak repülésből áll, hanem közúti közlekedésből is. Én olvastam valamit, és nagyon örültem az időpont egyeztetésnél, hogy mára sikerült megbeszélnünk ezt, ugyanis december 19-én bevisz a kormány elé egy javaslatot. Ez így van. Ami azt jelenti, ha jól tudom, és említsen ki, hogyha nem egészen pontosan fogalmazok, egy dolgot nem is értek benne, tehát, hogy minden 65 év feletti ember, és minden 14 év alatti ingyen utazzon Magyarországon. Így van. 65 felett már eddig is ingyen utazzon. 65 felett már eddig is ingyen utazásra volt lehetősége mindenkinek, de az egész arról szól, hogy hányfajta jegy van ma Magyarországon forgalomban. Rengeteg kedvezmény és díjtámogatás illeti meg az utazóközönséget, mindenki, aki utazik Magyarországon. Körülbelül 4,5 millió ember használja a tömegközlekedést napi vagy heti rendszerességgel, és ezt szeretnénk egyszerűsíteni. Ugye vannak 90%-os támogatottságú jegyek, 50-70-30%-os támogatás, fiataloknak különböző támogatást. Én szeretném ezt nagyon egyszerűen átláthatóvá tenni. Azt szeretnénk, hogyha 14 év alatt ingyenes lenne a tömegközlekedés mindenki tehát számára. Tehát vonat, busz? Minden. Minden? Minden. Ugye az önkormányzatokkal majd kell beszélnünk, így például a nagy településekkel is a tekintetben, hogy ők ingyenesé tudják-e tenni, de nekünk ez a célunk. Az országos mikortól? Tömegközlekedés reményem szerint március 1-től. Az a terv, hogy március 1-től ingyenesen utazzanak a 14 év alattiak, de más kedvezményeket is be akarunk vezetni. Van, aki... Ez kb. 4,5 millió ember, ugye? Összesen 4,5 millió. Ugye 3 millió nyugdíjas és másfél 14 év alatti van. Az igazság az, hogy ma Magyarországon egészárú jegyet viszonylag kevesen vásárolnak, mert így vagy úgy mindenféle kedvezmény jár nekik, vagy munkába járási kedvezmény, vagy diák kedvezmény, vagy közalkalmazotti kedvezmény. Például a közalkalmazottaknak is szeretném, hogyha korlátlanul használhatnák a tömegközlekedést ingyenesen. Tehát nem csak a 14 év alattiaknak lesz ingyenes a tömegközlekedés, hanem számos olyan csoportnak, aki most például
hátrányos helyzetű, beteg, fogyatékos és kap egy 90%-os támogatást, elengedjük a maradék 10%-ot. Ezen kívül példának okért a közalkalmazottak is, hogyha beregisztrálnak, akkor korlátlanul használhatják egész évben a tömegközlekedést. Most őnekik is van ez a klasszikus, talán emlékszik rá, ez a jegyrendszer, hogy pecsételni kell. Igen. Ennek most véget vetünk, és szeretnénk nagyon egyszerűen biztosítani az ingyenességet a fiatalok, a közalkalmazottak és a hátrányos helyzetűek számára. Létezik az, hogy ezek a kedvezmény halmazok, ezek igen, azért vannak, mert a kormányzatnak van egy olyan szándéka, hogy az autózásról erőteljesen tereljék el a közösségi közlekedés felé az embereket. Megmondom, hogy miért kérdezem. Tetszik, nem tetszik, irtózatos dráguláson megy keresztül az autópálya matrica. Tehát nem azt az üzeni az autóstak, igen, hogy te ne autózzál, mert nem 10-20%-kal emelem meg, hanem még többel. Ugye, nem csak az autópálya matrica drága, hanem az autó üzemben tartása is. Mielőtt a sluszkulcsot valaki elfordítja a kocsiban, hatalmas összeget kell kifizetni. Adók, járulékok, fönntartási, üzemben tartási költségek, plusz az üzemanyag. És akkor nem beszéltünk még a parkolásnak, autóhasználatnak a díjáról, ami nagyon magas. Mi azt szeretnénk, hogyha a tömegközlekedést minél több magyar ember használná, ez jó lesz a környezetnek, hiszen ez a legzöldebb program egész Európában. De ez tudatos, hogy az autót ilyen mértékig drágítják? Részben tudatos, részben külső körülmények hatására zajlik ez, hiszen például az autópályadíjak meghatározásában is vannak Európai Uniós irányelvek és iránymutatások, hogy az adótartalomban, a jövedéki adótartalomban is. Tehát ezért Ausztriában olcsóbb már az autópálya, mint nálunk. Ki fog egyenlítődni a 2024-es esztendő végére, nagyjából hasonló autópályadíj struktúrákat kell bevezetni egész Európában. De kétségtelen tény, hogy szándékunk az, hogy minél több ember számára az olcsó tömegközlekedés lehetőségét biztosítani képesek legyünk. Ez egy nagyon fontos változás. Az idén egyébként 2023-ban 100 000-rel több magyar ember utazik tömegközlekedéssel, mint korábban. Soha ennyi bérletet és jegyet nem adtunk el. Az ország és vármegye bérletből 4 millió darabot adtunk el 2023-ban. Egy ellenséges és egy romló környezetben, ne felejts el. Ez a szöveg, amit most elmondott, ez a tipikusan politikus. Azt akartam mondani, hogy a politikus megszólalása. Politikusként ülök. Igen, csak mindjárt, hogy ha már közlekedés. Nyilván büszkék azokra a dolgokra, amire egy politikusnak büszkének kell lennie. Realista vagyok, nem büszke, hanem realista. Az mennyire realistas, vagy mennyire realizmus ma Magyarországon, hogy 12. hú 10-én, azaz egy héttel ezelőtt, igen, önök kiraktak pont ön a Facebook oldalára, mától újra átszállás nélkül lehet eljutni Budapestről Bécsbe, írták Lázár János Facebook oldalán, amire én azt mondom, hogy ez szégyen. Tehát hogyha ennek lehet örülni, hogy Budapestről Bécsbe átszállás nélkül lehet jutni a 21. századba, akkor ott nagyon nagy bajok van. Ebben részben van igazság csak, mert ne felejts el, hogy ez a vonal egy súlyos betegségtől szenvedett, és ezt gyorsan meg kellett gyógyítani, amire nem volt példa. Ezt ritkán mondják el, hogy 3 hónap alatt kellett 30 kilométert felújítani, amire a magyar vasútépítés történetében még nem volt példa. Ez a legfontosabb vonala az országnak Budapest és Bécs között személy és áruforgalom szempontjából. Ez az. Pont a legfontosabb vonalnál van a ilyen helyzet. Igen, nagyon lerobbant állapotban volt, balesetveszélyes volt, és az, hogy a kollégáim a MÁV-nál ilyen gyorsan el tudták hárítani ezt a veszélyhelyzetet, ennek megteremtették a pénzügyi és műszaki feltételeit, erre nem volt példa az elmúlt 30 mondjuk évben. Mondjuk kellett ott embereket kirúgni. Kellett egy kis nyomást gyakorolni. Igen. Kicsit milyen, kellett megint őket gyorsítani. Szépen fogalmaz. Kicsit fel kellett, speedelni kellett akkor kicsit viszont, őket. Akkor viszont úgy teszem fel a kérdést, hogy ha az ország legfontosabb vasúti vonalán előállhat egy ilyen helyzet. Bárhol előállhat. Bárhol Magyarországon, bármikor. De olyan ha ez így lerúgott, akkor erre ezzel nem foglalkoztak. Ezzel valójában az 1950-es, 60-as évek óta, 70-es évek óta érdemben nem foglalkoztak. Ez azért van benne, mert a MÁV egy szocialista nagyvállalatként működött még a Fidesz kormány ideje alatt. Minden kormány alatt egy nagy állami monstrumként működött, most is hajlamos erre, ezért kell néha noszoktatni. A probléma, szépen mondja. Igen, a probléma az az, hogy volt a vasútnak egy fénykora, az 1830-as, 40-es években kezdődött, és tartott a II. Világháború utáni időkig. Azután megjelent a tömeges autós közlekedés. A 20-as, 30-as években Budapesten még néhány száz autó volt, most meg se tudnánk számolni, hogy mennyi gépjármű van Budapesten. Egyrészt megjelent az autós közlekedés, kiépült Magyarország autó és autópálya hálózata az elmúlt 70 évben, és megjelent az autóbuszos közlekedés. Ezzel a kötött pályás személyszállítás nagy reformok nélkül nem tud versenyezni. Mennyire kell mentalitást változtatnia
ezekben a vezetőkben, mert úgy gondolom, hogyha egy óriási nagy szervezet így működött eddig évtizedekig, és amit ki akar alakítani, ahhoz tulajdonképpen olyan fajta szemléletváltás kell, ami nem megy úgy, hogy piaci vállalatként kell működtetni, és azt kell megtanulni a MÁV egyébként mind az 57 ezer és a MÁV Volán 57 ezer kiváló munkatársának, hogy nem csak el kell végezni a munkát, hanem jól kell szolgáltatni. Tehát nekünk fontos az, hogy az utas elégedett legyen, például olcsón tudjon jegyet vásárolni, majd utána javuljanak az utazás komfort körülményei is a 21. századhoz méltó módon. Csak akkor lehet versenyképes az autóbusszal és az autóval, a vasút, a villamos vagy a hév, hogyha megfelelő minőségű szolgáltatást biztosítunk. Nézze meg a budapesti villamoskocsikat, vagy nézze meg a MÁV járműveit, mind a kettő 50-60 éves szerelvényekkel is működik. A HÉV szerelvények közül nagyon sok betöltötte a 60. születésnapját. Ez nem versenyképes szolgáltatás. Tehát ha azt akarjuk, hogy kötött pálya legyen, ami a környezetünk és a személyes érdekünk is, hiszen olcsóbb az autózáshoz képest, amit ön mondott, illetve sokkal jobban figyelemmel van a környezeti szempontokra, nem károsítja annyira a környezetet, mint az autózás, akkor nyilvánvalóan nagyon sok pénzt kellene investálni a vasúti pályafelújításba és a járművek minőségébe. Ennélkül nem fog menni. De nagyon jó hír az, hogy ha olcsó a jegy, akkor az emberek szívesen utaznak, még az egyébként problémás MÁV járatokkal is, mert mondjuk régebbiek a kocsik, nem olyan komfortosak, vagy néha késnek, de olcsó és megfizethető. Ez azt üzeni, mindenféleképpen olcsóbb, mint az autózás. Sokkal olcsóbb, és ez mit üzen? Ez azt üzeni, hogy az apró fillérekből is lehet várat építeni, és lehet pénzt keresni, csak jól kell megszervezni. Tehát az emberekben nem elvi fönntartás van a vasúttal szemben. Ha olcsón adjuk a vasutat, akkor fognak vele járni. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy egyrésztről olcsó legyen, megfizethető, elérhető, másrésztről viszont kellenek új vasúti pályák és kellenek új járművek. Ez a vasút modernizáció programja. Ez volt az ön minisztériuma. Ebben kapcsolatban köszönöm, hogy ezt elmondta, mert azt hiszem, hogy a közlekedés egy olyan része az életnek, ami nem elsőként jut az ember eszébe, de amikor ha nincs, akkor rájön rögtön. Ne viccelj, szerintem nagyon nehéz megmondani azt valójában, hogy mitől jó egy embernek az élete. Tehát, hogy mit jelent a jó életminőség? Biztos egészségügyi ellátás, gyerekeknek jó iskola, rendezett közterületek, de biztos, hogy a közlekedés is benne van. Egy ember hangulatát... Magyarországon az anyagi a legfontosabb. Minden. Így van, de ez is összefüggésben a közlekedéssel, hogy meg tudom-e fizetni, hiszen el kell jutnom a munkába. Budapestre emberek milliói mozognak be naponta, vagy Budapesten például. Tehát az embereknek a hétköznapi hangulatát, hogy milyen hangulatban ébredek, és hogy milyen lesz a napom, hogy most jön-e a busz, hogy tudok eljutni egyik pontból a másikba, mikor jutok be az iskolába, milyen a villamos, milyen a vasút, ez nagyon nagy mértékben meghatározza. Tehát a közhangulatot szerintem nagyon nagy mértékben meghatározó kérdésről beszélünk, hogy ez milyen ez a szolgáltatás. Lépjünk át Hódmezővásárhelyre. Úristen. Miért mondja, hogy úristen? Hát ez így izgalmas hely. Hát nagyon szereti. Én nagyon szeretem, igen. Hát ez az ön otthona. Ezért ott élek, most is onnan jöttem, így van, és valahogy is megyek haza. És ingázom Budapest és Hódmezővásárhely között. Hódmezővásárhelyen évekkel ezelőtt volt önnek kudarca, vagy a politikai csoportjának. Rám könyvelik. Mondjam inkább azt, hogy az a Fidesz kudarca? Közös kudarc. Márki-Zay Péter megjelenése a városban. Engem nem a csatározásék érdekelnek, hanem milyen az ön személyes emberi viszonya Márki-Zay Péterrel. Önök egy településen élnek. Igen. Nyilván feltételezem én. Nem olyan túlzottan messze egymástól. Már hogy viszonylag belátható távolságon belül másfél kilométer. Szoktak találkozni az utcán? Nagyon ritkán, vagy szinte egyszer se. Nem is nagyon. Milyen az emberi viszonyuk? Én korábban sem ismertem őt nagyon, hiszen sokat élt külföldön, mielőtt Hódmezővásárhelyre visszatért és megválasztották polgármesternek. Tavaly tettem kísérletet két alkalommal is, hogy rendezzem ezt a viszonyt. Azt gondolom, mindig a győztesnek kell gesztus tenni, és tavaly ugye fényes győzelmet arattunk a választóknak köszönhetően Hódmezővásárhelyen is, de nehéz vele boldogulni, mert ő azt hiszem, hogy nagyon nehezen viseli a tavalyi vereséget, és nagyon nehezen tudja ezt feldolgozni. Harcol az egész világgal, ő mindig harcban áll mindenkivel. Egyszer, akkor megkérdezték, igen, róla, azt mondta, hogy az ön benyomása egy beszélgetés, leültek beszélgetni, igen, és igen, az igen, volt igen. A benyomása, hogy ez a pali komolytalan, és hagyjuk a fenébe. Hát nézze, szerintem egy komoly embernek fel kell tudni mérni a saját helyzetét. Abban az értelemben, hogyha elveszít valaki egy választást miniszterelnök jelöltként, az attól nem tud eltekinteni. Az Magyarországon a politikai játék szabályai szerint egy életre meghatározza a pályáját. Ezzel azt akarja mondani, hogy abban a pillanatban politikai hulla lesz? Nagyon kevés embernek sikerült visszaépülnie. Nézze meg, Gyurcsány Ferencnek sikerült vajon, Orbán Viktornak sikerült,
Ez egy nagyon... Gyurcsányról elismerően nyilatkozott valahol. Nem tehetségtelen ember, kétségtelen tény. Azt mondja, hogy sikerült, tehát azért... Nem sikerült, tehát ott van egy negatív példa, hogy mivé lett az ő politikai pályafutása. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vereség és nagyon nagy kudarc, és ilyen lidércekkel meg árnyékokkal boxol azóta a polgármester úr Hódmezővásárhelyen, amivel nem hiszem, hogy használ a városnak, hiszen őt ott megválasztották polgármesternek, és mindannyiunk érdeke az volna, hogy legyen egy jó polgármester a városnak, de ha valaki csak az országos politikával foglalkozik, és a múlttól nem tud szabadulni ezektől az árnyékoktól... Ez még most is így van? Ez így, most is így van, azt hiszem. Most is harcol igen a polgármester úr mindenkivel. És ez kicsit fárasztó a helyieknek. Én is közéjük tartozom. Miközben, hát nyilván nagyon abszurd helyzet, de Hódmezővásárhelyiként drukkolnia kéne, hogy sikeres legyen. Igen, de ez azt föltételezni, ami mindig nyilván nehéz a mai politikai világban, ahol egymásnak feszülnek a különböző oldalak, hogy két különböző oldalon álló embernek meg kellene tudni találni az együttműködést, ez egyelőre nem sikerült, azt tudom mondani. És nem sok jóval kecsegtett a jövőre nézve sem. Még egy személy. Személyes polgárháború zajlik ott, azt hiszem, Hódmezővásárhelyen. Még egy szemét hagy hozzak be, amire azért vagyok kíváncsi, hogy mit gondol erről, mert már korábban megnyilatkozott, Simonka Györgyről van szó. Igen. És én emlékeztem, mondott egy nekem nagyon érdekes és tetsző mondatot Simonka Györgyről, idézem pontosan, mert ezt 2021 májusában mondta, nem az a baj, hogy itt van, hanem hogy ide került, mármint közénk. Ezt mondta Simonka Györgyről. Ez 2021 májusa. Ez így van. 2023. decemberét írjuk, ez az ember a településén alpolgármester lett teljes körű, azóta teljes körű támogatással. Nem követem a pályafutását szerencsére. Mit üzen önnek az, hogy egy politikai közösség mégis tovább tartja Simonka Györgyöt maga között, sőt a politikusok, az önkormányzat is azt mondja, hogy persze kell, legyen alpolgármester. Mindenkinek a döntését tiszteletben tartom, de azt gondolom, hogy ha valaki hibázik, akkor a közösségnek is és az érintettnek is ebből le kellene vonni a tanulságokat. Amit én gondolok, és amiért azt a mondatot mondtam, az, hogy mi egy győztes, erős és sikeres politikai közösség vagyunk, mint Fidesz. És az elmúlt évtizedben nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, vagy az elmúlt 15 évben ennek a sikernek a reményében, vagy pontosan ezért a győztes szituáció miatt, vagy okán. És azt gondolom, hogy jöttek olyanok is, akiknek nem kellett volna jönniük. Tehát, mekkora károkat okoznak ezek az emberek a Fidesznek? Nagyon sokat okoznak. Sokkal többet, mérhető mint az, károkat? Szerintem mérhető károkat. Szavazatban? Szavazatban mérhető károkat okoznak, és sokkal nagyobb problémát jelent ez, mint ezt sokan Budapesten gondolják a Fidesz vezetői közül. Alulról kezdik ki a támogatást és a bázist. Mert mégiscsak a végén mi számít a politikában? Az, hogy milyen ember vagy. Az számít, hogy milyen ember vagy, és ez számít helyben is, a helyi parlamenti képviselő, a helyi polgármester, ha fideszes, akkor nem csak azt nézik, hogy miről beszél, mi a Fidesz politikája, hogy milyen ember vagy. Politikán. És hogyha hitvány emberek kerülnek közünk, akkor azt fogják gondolni, hogy mi magunk is hitványok vagyunk az egész Fidesz. Simonka hitvány ember? Általános megjegyzést tettem. Értem. Elvállalt 3 évvel ezelőtt a Magyar Tenisz Szövetség elnöki Igen. posztját. Nagy kalandokra szoktam vállalkozni. Hát, és nem bánja még? Nem ez a jó szó, hogy bánom, csak az nagyon érdekes, hogy a magyar sportvilága legalább olyan megosztott, mint a magyar politika világa. Igaz, a törésvonalak nem politikai viták mentén vannak, hanem máshol akadnak. Nagyon széttartó közösségek vannak a magyar sportban, ami egy nagyon nagy probléma. A Magyar Tenisz Szövetség 3 éve új vezetést kapott. Igen, ön lett az igen. elnök, és van egy az adósságot. Szakmai alelnök. Igen, Markovics György. Markovics László, bocsánat, elnézést kell. Ha nem tudom, hogy látta-e, vagy olvasta-e az ön alelnökének, Markovics Lászlónak a nyilatkozatát. Szoktam követni, már nagyon régóta követem. Kiváló ember. Ő a következőt mondta. Elfogadhatatlan, hogy egy sportszervezet 10 milliárd forintot kapott az államtól 13 és 19 között, és utána 20 és 23 között 10 milliárdos konszolidációra szorul. Ez egy logikus és jogos panasz. Itt 10 milliárdok mennek el, és nem tudni, hogy mire. Minden ügyben megtettem a szükséges följelentést, várom, hogy az igazságszolgáltatás... 3 éve eltelt, és még el fog 3 telni tartok tőle, amikor az igazság kiderül. Minden ügyben tehát megtettük a följelentést, és várom, hogy az igazságszolgáltatás malmai úgy örüljenek, hogy ne csak jogot, hanem igazságot is szolgáltassanak. Markovics alelnök úr megjegyzése erre vonatkozott, hogy itt nem csak jogszolgáltatás, hanem igazságszolgáltatás is szükséges lenne.
Azt gondolom, hogy az is egy nagy probléma, hogyha a magyar sportban nincs elég pénz, de az legalább ekkora probléma, hogyha a magyar sportban túl sok pénz van. Csak mondta, hogy zajlanak itt a jogi eljárások. Az egykori főtitkár ellen indítottak egy pert. Sok pert indítottak. Próbáltuk a pénzt visszaszerezni. Ehhez képest ő kapott. Igen, még ez nincsen teljes egészében lejátszva, de valóban ellentmondásos döntések születnek. Teljesen világos helyzetben. Pontosan lehet tudni, hogy a Magyar Teniszszövetség kapott egy hatalmas összeget. Ez nem kudarc önnek? Egy abszolút pozitív embernek, aki... Még egyáltalán nem tartom kudarcnak, mert én végig leszoktam játszani a meccseket. A teniszmeccseket is mindig lejátszom, és soha nem adom föl. Az a típusú teniszjátékos vagyok, és az a típusú játékos vagyok a politikában, aki soha nem szokta feladni. De az teljesen világos, hogy sok sportszövetség, és a magyar sport összességében óriási lehetőséget kapott az adófizetőket képviselő kormányzattól. És volt, aki jól bánt ezzel a pénzzel, és volt, aki nem. A Magyar Teniszszövetség hatalmas támogatásokat kapott, amelyek elfolytak, és a mai napig nem lejük a pénz nyomát. És ez egy probléma, ha ez következmények nélkül megtörtént mennyi ebben az országban. Mennyi időt ad még magának abban, hogy ezt tényleg rendbe rakja? Az összes adósságot kifizettük, amihez 2,5 év kellett. Most jutottunk el oda, hogy a tagszervezeteinket tudjuk támogatni, és egy szakmai munka elinduljon. Ha valaki nézi a magyar teniszsport teljesítményét országosan, lokálisan vagy nemzetközi szinten, akkor van egy erősödő folyamat, már évek óta tart. A magyar tenisz egyre jobb helyet küzd ki magának a nemzetközi élvonalban, de az kétségtelen tény, Markovics László által nagyra becsült alelnök úrnak igaza van, az igazságszolgáltatás még eddig elmaradt. Nem kaptunk igazságot. Akkor jól értékelem ezt, hogy az ítélet valójában, az önítélet az nem önhibáztatás, hanem azt mondják, hogy az igazságszolgáltatás az, ami nem teszi lehetővé azt, hogy rend legyen a teniszszövetségben? Nézze, a teniszszövetségben most már rend van, az a kérdés, hogy a múlt le van-e zárva. A múltat akkor tudjuk lezárni, hogyha az adósságot kifizettük, ez megtörtént, és megpróbálunk a pénz nyomába eredni. De ez nem olyan egyszerű, mert másokkal ellentétben nekünk a jogi eljárások szabályait be kell tartanunk. Tehát csak a jogeszközeivel tudunk elégtételt venni, az pedig elég nehezen halad. Jogszolgáltatás van Magyarországon, és nem igazságszolgáltatás. Az igazság az annál sokkal egyszerűbb, sokkal direktebb és sokkal brutálisabb ebben az ügyben is. De azt azért 3 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogyha azt mondják, hogy 3 évvel később ilyen helyzet van még mindig a teniszszövetség. Erre mondtam az első mondatban, hogy a magyar sportban számos szakszövetségben nagyon nagy egymásnak feszülés, ellentét van, holott a sport inkább a közösségépítésről kellene, hogy szóljon. A hétköznapok társadalmi vitái, szembenállása és ez a konfliktusos helyzet beépült a magyar sportvezetés világába, és nagyon sok egyesületnél, nem csak a teniszszövetségben. Ezt egy problémának gondolom, holott a sport össze kéne hozza az embereket, ne pedig szétválassza. Ez volna a cél. Akkor nyilván azért nem teljesen elégedett ezzel, itt halva az olyan mondatai. Látom, hogy csavar, pont így zárásként az lenne a kérdés, hogy akkor mondjon egy olyan dolgot az ön munkájában, amivel maximálisan elégedett, hogy sikerült megoldani, és azt mondani, hogy igen, ezért vállalkoztam el. Van egy fantasztikus családom, amire vállalkoztunk a feleségemmel. Van 2 gyönyörű, tehetséges gyerekünk, és van egy gyönyörű feleségem. Ez egy régebbi projekt, viszont a legnagyobb sikerem. És az igazság az, hogy nagyon hosszú távon gondolkodom, kitartó játékos vagyok, és ezért általában a dolgokat sikerre szoktam vinni. Így lesz ez az építés, ugye a közösség. Mondjon egy konkrétot, amire már azt mondja, hogy igen, ezt megcsináltuk, ez rendben van. Megépítettünk egy villamost 100 évvel, azután, hogy utolsó villamos épült Magyarországon, Szeged és Hódmezővásárhely között. Ma az idén bevezettük a vármegye és országos bérletet, 4 millió embernek tettünk jót, és a teniszszövetségben pedig elértük, hogy a magyar tenisz fölfelé tör. Én azt gondolom, hogy mindenhol van eredmény. Én eredményre játszom, és azt gondolom, hogy le is szoktam tudni az asztalra tenni az eredményt, de nem vagyok egy olyan típus, aki elégedett saját magával. Én általában elégedetlenkedő vagyok, ez hajt előre. Tehát ha elégedetlennék a világgal, akkor nem akarnám megváltoztatni. A kormányban szeretik önt? A kormány tagok többsége szereti önt? Ez egy jó kérdés, tőle kérdezzük meg, én nagyon kedvelem őket. Igen? Van olyan kormánytag, akire azt mondja, hogy nem az önízlése szerint való ember? Nincs. És olyat sem hallott még, hogy Lázár János... Nem tudom, mit gondolnak, nem szoktunk ilyesmiről beszélni, ez egy munkaközösség. Az emberi kapcsolatokra értem. Jók az emberi kapcsolatok alapvetően a kormányzaton belül, összetartó közeg vagyunk, és a Fideszen belül is jó a kapcsolat. Nézze, én egy olyan ember vagyok, akiről vagy rosszat, vagy jót szoktak mondani, nem hagyom langyosan a közegemet. De jóban vagyok a minisztertársaimmal. Nagyon sokat régóta ismerem, és
azt tudom mondani, nagyon jó szövetségesek, harcostársak vagyunk. Egy harcostársos közösség ez igazából a kormányzat. Egymásnak tudjuk vetni a vállunkat, és ez egy nagyon fontos dolog. Megbízhatnak bennem a minisztertársaim, mindig segítek mindenkinek. Sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szépen áldott köszönöm a beszélgetést. Önnek. Áldott karácsonyt önnek is, és a nézőknek is. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő évben jelentkezik a Blik Talk. Viszontlátásra!